1804. január 31-én született Szücsében az a költő, akinek a nevét ma minden érettségített iskolás ismeri, Bajza József. A művelt kisnemesi család sarjaként nevelkedő fiú tanulmányait Gyöngyösön kezdte a Ferencrendiek gimnáziumában, majd Pesten a piaristáknál 1818 és 22 között bölcsészetet, 1822 és 23-ban jogot hallgatott, ám már az egyetemen jobban izgatta az esztétika, filozófia, irodalom, mint a törvénykönyvek. 1824-ben végzett Pozsonyban, 1828-ban tett ügyvédi esküt. Az egyetemi évek alatt kötött életre szóló barátságot Toldi Ferenccel, majd szoros barátságba került Vörös Marti Mihállyal. Szülőfalujában az 1970-es évek óta emlékeznek meg alakjára. Próbáljuk a mai kor embereit, a mai kor gyerekeit is az akkori szemléletnek, az akkori életvitelnek megfelelő emlékek fölidézésére készíteni. A reformkor jelentős irodalmára elsősorban a költeményei mellett kritikusi tevékenységével vívott ki elismerést. 1837-ben pedig ő volt az első budapesti magyar állandó színház első igazgatója. A reformkorban Vörös Marti Mihály mellett ő volt az egyik legjelentősebb alakja a magyar irodalmi élet megszervezésének, ahol már a szabadságvággyal átszőtt politikai mozgalmak is kezdtek kibontakozni. Jelentős a hírlapi munkássága, újságírói munkássága, mert Kossuth hírlapját ő szerkesztette. Mint színházigazgató a színházi kultúrát karolta fel. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szellemi hátország fontos szereplője volt, hiszen főszerkesztője lett a Kossuth hírlapja című forradalmi napilapnak. A bukás után menekülnie, bujkálnia kellett, közvetlen életveszélyben volt Vörös Martival együtt. 1851-ben Hajnau bukását követően szabadon visszatérhetett ugyan Pestre, ám az évekig tartó üldöztetés megterhelte, elborult az elméje, s bár néha ugyan kitisztult, mégis 1858-ban bekövetkezett haláláig jó részt már szellemi sötétségben élt. Az addig Klebelsberg nevét viselő 60-i gimnázium 1948-ban változtatta nevét Bajzára.